Itt a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán a Ciráki Lajos kiállítótérben nyitotta meg legújabb kiállítását, Lakatos G. László. A ProUrbe díjas tervező grafikus tavaly 70. születésnapján is nagy sikerű tárlatra invitálta a művészete iránt érdeklődőket. A Mostani töredékek című összeállítás is hasonló élményt kínál, a felsorakozott logotípiákkal, könyvekkel, plakátokkal, illetve prospektusokkal. Lakatos G. László páratlan életpályáját és alkotásait Borbély Károly festőművész és N. Mészáros Júlia művészettörténész méltatta a keddi találkozón. Olyan értékeket őriz meg és közvetít a művészetével, amelyek ma is nagyon fontos értékek, és nagyon jó lenne, hogyha a tipográfia és a különböző tervező területek, az ilyen alkalmazott grafikai munkák alkalmával megmaradnának ezek a klasszikus alaptörvények. A szakmabeliek úgy tartják, hogy Lakatos G. László mindig törekszik a precíz, alapos munkára. Ha például egy cégnek emblémát tervez, akkor akár hetekig is ismerkedik az adott vállalattal, annak profiljával és munkatársaival. A művész ugyanakkor vallja, hogy a betűknek lelkük van. A tervező grafikus mindig tiszta és egyszerű szerkezetet teremt, a megújulás mégis érzékelhető alkotásaiban, nem véletlenül hívták szerte a világban. Megadott nagyon sok minden a világba. Én bejártam a kontinenseket, hála Istennek, az Amerikai Egyesült Államoktól kezdődően, Közép-Amerikától Kínán, és Dél-Afrikán át végig a munkáimmal. Ezek mind ipari kiállítások és bemutatók voltak. Amerika az a könnyűiparhoz tartozott, Párizs a könnyűiparhoz és a nehéziparhoz, vagy járműiparhoz inkább idézőjelben. A kiállítás munkanapokon 8 és 18 óra között látogatható a Ciráki Lajos kiállítótérben egészen február 18-áig.